Szép,
csillagos nyári levegőbe. Nem is voltál. Csodás az idő. Épp arra való, hogy felvétlenül nyúlpannit gondolta magában. Hívom is a többieket, és elmentett. Ő a sütárdét. Anyuék mikor jönnek? Nem tudom. Azt mondták, hogy nem tudják, hogy hogy végeznek. Akkor úgy látunk valamit, jó? Jó. Mi ez ennek? Nem tudom, most nézzük már ezt a könyvet. Jó. Márci. Azt kell nekünk a fotót. De nem most... Nem kérsz? Nem kérsz? Nem tudom, hogy volt. Kicsit előtt. Nem, ezt így ilyen hideg időben. Még mi is molesztálni gyerekeket.
Szóval mit gondolunk erről, hogy ez begyógyul? Ez begyógyul, hogyha tornáztam ma, mindenki láthatta. Szóval, hogy vajon túl lehet ezen lenni? Vagy mit gondolunk arról, hogy valaha is logikus-e, hogy akkor ő lesz felnőtt korában egy ilyen mártír, sértett, mindenkire haragó, ugye mi ezt az anyát úgy képzeltük el az előtti jelenetben, hogy valóban teher a gyerek neki, hogy igazából előfordul a világon, hogy 100 gyerekből csak 34-et terveztünk előre, és a többi az valahogy jött, mert nem vagyunk elég óvatosak, vagy ügyesek, vagy szerencsések, de megbarátkozunk akkor is a saját gyerekünkkel. Leginkább azt reméljük, hogy annak a gyereknek mégiscsak lesz valami helye a saját családjában. És nem azt fogja tapasztalni, hogy kellettéte nekem egész életemben bánom, hogy létrejöttél. Szóval hogy látjuk ezeket? Most először az anya oldaláról, ennek a kislánynak az oldaláról. Igen? Szerintem nagyon nagy tudatosságra van ahhoz szükség, hogy egy ilyen sebegyőgyel, és nem vagyok abban biztos, hogy tehát, hogy nem tudok olyan helyzetet elképzelni, meg olyan életfejet, ahol lesz, hogyha nincs egy ilyen, vagy egy külső segítség, vagy egy mondjuk pont olyan pályára kerül, mondjuk ő egy olyan pályát választ, amit találkozik egy szemfetéssel. Hogyha nem találkozik egy konkrétan, akkor úgy tud felszínre kerülni, vagy úgy, hogy tehát akkor rámódik egész életében? Azt gondolom, igen. Milyennek képzeljük mondjuk ezt a Feri bácsit, hogy ebből milyen felnőtt lesz? Vagy van-e rá mentség? Van-e rá magyarázat? Van-e valami bármi, ami indokolja? Indokolni nem indokolja, de nagyon sok bántalmazó kisgyerekből lesz később. Tehát ez a cikcak dolog, hogy valaki azért lett akár agresszív, akár szorongó, mert én ezt a kettőt ezt nem teszem túl távolra egymástól, mert valamit ő is már elszenvedett kiskorában, illetve én úgy képzeltem ezt, hogy ezzel az anyával ő azt kapta, hogy nem mert, hát tehát, hogy neki egy olyan felnőtt férfi korra lesz, hogy ő egyszerűen nem tud kommunikálni a felnőtt nőkkel. Akár egész életében csak az 5 éves kori szinten találja meg a hangot. Mert valahogy szinoszexuálisan akkor sem nő föl, felnőtt élet, felnőtt férfivá, hogyha közben megöregszik, mert az sajnos bekövetkezik mindenki, előbb-utóbb megöregszik. Hát ezeket képzeltük, hogy ezeket mondtuk. Megnézzük. Nézzük meg Feri bácsit kiskorában.
De egy olyan cipőmet, hogy nem tudom valamit hozni, de leveszem szívesen a cipőmet. Ne legyek el cipőmet hozni, nem a muszomat. Igen, nem. Anya, anya, nincs meg a muszot. Anya, nézd, nem lehetok, amíg nem égeztem el. Hangosabban! Igen, szépen. Nem szabad, hogy nagyon megemlékszem.